Kulináris hagyományok és innovációk a Baranya-zöld út mentén. Ez volt a központi témája az Eat Green projekt nyitó konferenciáján. A program célja a magyar-horvát határon átnyúló fejlesztések megvalósítása. Az előadásokon az ehhez szükséges feladatokról tájékozódhatott a közönség. Mind a négy partner, aki részt vesz, horvát oldalról Herceg-Szőlős önkormányzata, Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége, magyar oldalról pedig Cserkút önkormányzata, illetve projektvezető a gyeregyalog.hu közhasznú egyesület, bemutatja azokat a feladatokat, amelyeket a Baranya-Zöldút fejlesztés érdekében a következő hónapokban tenni kíván. A zöld út mozgalom egyébként már 10 éve jelen van Magyarországon. Maga a zöld út azt jelenti, hogy alternatív közlekedési módokat használjanak a turisták és a helybeliek. Így például kerékpározhatnak, egyszerűen csak sétálhatnak, vagy akár lovagolhatnak is a túrázók. Ezzel is összekötnék az egyes településeket, ami turisztikai szempontból is vonzó lehet a kirándulóknak. Ehhez nagy mértékben hozzájárult a Mecsek zöld út, ami 2015-ben elnyerte a Magyarország legízletesebb desztinációja címet. Mi erre a ízletes desztináció címre alapozva szeretnénk most az Eat Green projekt keretében a zöld út mentén a különleges gasztronómiai értékeket föltárni. Elsősorban az erdőkmezők szedhető, ehető növényeit is az mi úgy nevezük ökogasztronómia kínálatába beállítani. Ennek érdekében kutató munkákat fognak végezni az egyesület tagjai. Feltérképezik, hogy melyek azok a növények, amik a zöld út mentén elérhetőek és szabadon szedhetőek, illetve feltárják a különleges gasztronómiai értékeket, melyeket egy könyv formájában meg is jelenítenek majd. Emellett pedig szakembereket is képeznek.